Beázott, sérült falak, elavult, elhasználódott kiállítási vitrinek a nyírbátori Báthori István Múzeumban. Ezek mind megszűnnek most, hiszen a Magyar Állam kultúrpolitikai támogatása révén újítják fel az egykori Minorita Kolostor épületét. Több évtizedes álma válik így valóra a nyírbátoriaknak. Mindenki számára, aki ez alatt a néhány év alatt ebben a projekt előkészítésben valamilyen módon oda tette magát, egy nyugvópont. Hisz aggódtunk az épületért, a város negyedik legrégebbi épületéről van szó, és ez mindig kimaradt valahogy a felújításból, ami nagy-nagy szomorúságot jelentett nekünk nyírbátoriaknak, hisz egy méltatlan állapotot láttunk nap mint nap, ahol be kellett térni. A szakmai vonatkozásban pedig azért fontos ez az esemény, hogy elindulhat, hisz valamikor 1985-86-ban újult meg szakmailag a múzeum, jöttek létre azok a kiállítási terek, amelyek felett azért bármilyen rész szépek, bármilyen érdekes, meg látványos dolgok vannak, azért eljárt az idő, meg kell újulni. A Nemzeti Múzeumban tartott budapesti sajtótájékoztatón elhangzott, megújulnak a közönségforgalmi terek, akadálymentessé válik az épület, új múzeum pedagógiai foglalkoztató épül, és modern kiállító terekkel bővül a múzeum, emellett szakmai tartalma is megújul. Az első lépés, hogy építészeti értelemben újuljon meg az épület, nincsen benne korszerű fűtés, elavult a világítása, tehát hogy tulajdonképpen semmilyen szempontból nem felel meg egy nemhogy korszerű múzeum, hanem egyáltalán egy közintézménytől elvárható feltételeknek és minőségnek. Tehát az építészeti rekonstrukció az első, majd az építészeti rekonstrukció után az új kiállításnak a kialakítása, teljesen új vitrinek, tárlók fogják a legértékesebb műtárgyakat bemutatni, és hát természetesen jó pár műtárgynak a restaurálása is meg kell, hogy történjen. Ahogyan már a stallumnak a restaurálását elvégezték, ami ugye talán a legértékesebb darabja annak a gyűjteménynek. A mostani felújítást a kormányzat elmúlt években elindított kultúrpolitikai támogatásai teszik lehetővé. Közel 900 milliárd forint fordítódik kulturális beruházásokra, ebből kifejezetten az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó fejlesztések elérik a 600 milliárd forintot. 100 projektről beszélhetünk. Ez fővárosban, vidéken egyaránt olyan fejlődést eredményez az adott településen, amely turisztikai és gazdasági szempontból fellendíti az ott pezsgő életet. A Báthori István Múzeumra a kormány előkészítésre közel 100 millió forintot biztosított, ezen felül pedig a napokban megjelent kormánydöntés alapján több mint 1,8 milliárd forint kerül a Báthori István Múzeum felújítására, megújítására és tartalommal történő megtöltésére. Nyírbátor ezzel a fejlesztéssel már nem csak gazdasági központja lesz a térségnek, hanem most kulturális bázisa is lehet. 9 programban összesen majdnem 10 milliárd forint támogatást adott a Fidesz-KDNP kormány munkahelyteremtésre, aminek a központja a Nyírbátori Ipari Park volt, és ahova 5000 ember jár naponta dolgozni. Tehát gazdasági központtá nőtte ki magát Nyírbátor, és szeretnénk, ha Nyírbátor nem csak gazdasági központ, hanem úgy, ahogy eddig volt, sőt, mi több, nagyobb mértékben kulturális központ is lenne, mert hogy a történelmi emlékhely és a város öröksége mindenképpen predesztinálja Nyírbátort erre a rangra. A közel 2 milliárd forintos forrásból a délnyírség legjelentősebb kulturális beruházása valósul meg.